Együttműködő partnerünk a Mária Rádió. Együttműködő partnerünk a Hotel Orchidea Tengelic. Made in Media. Média megjelenés, rádióban és televízióban, országszerte. Sztárportré a YouTube-on is. Mindannyian különbözőek vagyunk. De van valami, amiben egyetértünk. Vannak közöttünk barátok, és vannak ismerősök. Időnként a különbözőség. Máskor a hasonlóság, ami összehoz minket. Néha az ismeret. Máskor a tapasztalat, amit megosztunk egymással. Számítunk egymásnak. És számíthatunk egymásra. Beszélgetések, ismert emberek és mély témák hétről hétre. A Sztárportré most következik. A műsorvezető Molnár Szabolcs. Az első benyomásra te mennyire szoktál hagyatkozni, amikor valakivel találkozol, és rögtön van mondjuk egy negatív érzés, akkor az vajon mondjuk csak a te pillanatnyi lelki állapotodnak a nem tudom, tükröződése, és amiatt látod meg mondjuk aznap mindenkiben a rosszat is, de megláthatod igazából a jót is abban az emberben, és kérdés, hogy az szerint jön elő a másik emberből az a valami, ami szerint te meglátod? Biztos, mert meglátod benne a rosszat, már úgy nézel rá, ő elkezd úgy viselkedni. Meglátod benne a jót, és hirtelen ő maga is meglepődik, hogy ma milyen kedves voltam ezzel az idegen fickóval. Hogy hívják magát? Tibor. Lehet, magam is meglepődöm, hogy milyen kedves voltam magával. Lehet, ezért azt gondolom, de mi így van? De biztos vannak ilyen esetek is, de azért alapjáraton szerintem, vagy alaphelyzetben azért az emberek nem tudják levetkőzni a saját magukat. Tehát azért egy első benyomás, ha csak nem egy extrém helyzet, akkor azért az olyan szokott lenni, amilyen általában az ember. Mit mondasz, hogy szerinted veled kapcsolatban a nézőknek akár most, vagy az embereknek milyen előítéletei lehetnek, akár például most? Először mondjuk külsőleg így megnéznek téged. Ha jól tudom, például amikor elindult még neked a színpadozás, még a leges legelején például talán le is takartad a kezed, hogy jobb színben tűnj fel, hogy ne legyenek előítéletei az emberek. Na, pont az nem az, hogy jobb színben tűnjek fel, csak hogy egyszer nem akartuk megosztani a közönséget azzal a kapcsolatban, hogy most valakinek ez tetszik, vagy valakinek nem mit gondol róla. Mármint az, hogy mindenféle tetkok. Igen, mert hozzáteszem, hogy azért én már egy 20 éve így nézek ki, és egy 20 évvel ezelőtt azért ez még inkább a úgymond a bűnöző kinézet volt. Mondjuk napjainkban azért már ez... Szeretnéd azt hinni, hogy ez már nem így van? De nem, de szerintem szinte kevesebb embernek, kevesebben vannak, akik nincs tetoválás. Megmutassam én is a sajátjaimat. Sőt, most jut eszembe, hogy valószínűleg például Magyarországon te még jobb színben is tűnhetsz az emberek számára, mint külföldön, nem? Mert itthon, jaj, de ismerős, tudjuk, az a rendes, kedves fiatalember, kimész külföldre, hújjúj, az a veszélyes fickó. Ez egy veszélyes bűnözőnek tűnik. Te lettetkó. És csak meg a pénztárcára. Ugye? Tehát itthon, jobb színben. Na, de azért mondtam, hogy szerintem lehetetlenség egy olyan világot elképzelni, ahol nincsenek ilyenek. Azt, hogy az embernek nyitottnak kell lenni arra mindig, hogy az esetleges első érzéseit képes legyen felülbírálni, ez biztos. Van olyan felkérés, amit mondjuk azért nem vállalsz el, mert azokkal a fajta dolgokkal szemben neked előítéleteid vannak, olyat nem? Hát... azt hiszem, hogy nem a válasz, de amennyiben mondjuk azt előítéletnek lehet nevezni, hogy mondjuk a munkámmal kapcsolatban sokszor szokott jönni olyan megkeresés, hogy mondjuk egy baráti társaság mondjuk egy születésnapra szeretné, hogy én elmenjek fellépni. És hát ezeket általában el szoktam kerülni, mert az, hogy mondjuk én beálljak valakinek a nappaliába, odébb toljuk a fotelt, és ott eljátszam a popstart vagy a koncertet, ilyenek szoktak előfordulni, az ilyeneket elutasítok. De hát ez sem előítélet, hanem egyszerűen tudom, hogyha
ha nagy színpadon látják sok ember előtt, akkor te nem akarod, hogy utána... Lerombolni igen, ezt a igen, képet. Visszaépíteni hát. Megint arra, hogy megint ott vagyok egy nappaliba, és három ember nézi, és éppen csak, hogy nem távirányítóval kapcsolgat engem, de majd téged egyébként tényleg így belegondolj. Úgyhogy ilyen szokott lenni. Tulajdonképpen őket kíméled meg attól, hogy ők csalódásban... Magadat is megkíméled. Maradjuk, hogy mindenkit megkímélek attól, hogy nincs. Első ránézésre szerinted veled szemben a nézőknek milyen előítéletei lehetnek? Hát az első az fizikális, azt szokták mondani, hogy hát sokkal magasabb vagy, mint a tévében. Hát a második meg az, hogy én azt hittem, hogy te ilyen állandóan hülye vagy. Tehát, hogy megjössz, és akkor így hülyeségeket mondasz, meg akkor egyfolytában humorkodsz, és közben meg itt szép csendben eszegeted a kis pörköltedet, meg tiszod az ásványvizedet. Hát, hogy nem ilyennek gondoltunk. Nem erre számítottunk, sőt, lehet mondani, hogy szinte csalódtunk, hogy legyél már gyorsan, most is vicces. De hát ebben azért benne van az is, hogy mondjuk van napi 3-4 fellépés, ott azért tartalékon kell lenni az energiával. Ha már valaki veled szemben elkövetett valamit, akkor ott már van egy előítéleted? Vagy pedig tudsz újra tisztáról indítani? Hát nagy részt én lezárom azt a... Tényleg? Azt a fejezetet. Egyszer hát van. Attól függ, milyen hibát követette. Nem, mondjuk én egyszer megsértelek valamivel. Nem akarlak, csak hát látod, milyen vagyok, így beszélek mindenfélét, és valami sértőt mondok, nem direkt, és megsértelek. Hát az még nem olyan bűn. Biztos? Biztos. Mit mondtál titokban? Nem tudom, de most, akár most is véletlenül is megsértettem, nem? Mert az emberek itt beszélnek mindenfélét, hangosan gondolkoznak, és elviszi őket a gondola, és mond valami bántót, a másik megbántódik, és lehet, hogy akkor magadban lezárod. Na, ez is egy ilyen bántó, piszkálódó fickó. Ide még egyszer nem jövök. Eldöntöd magadban. Ez nem jellemző, de hogyha mondjuk lehúz egy 500 000-val, ott már le van zárva az út. Örökre. Egyébként is, hogyha egyszer felhív mondjuk 5 évvel később, hogy tudom, hogy mit tettem, és szeretném rendbe tenni, és ha nem bocsátasz meg, akkor is szeretném rendbe tenni, és mondjuk először is megadja a tartozást. Hát ez függ attól, hogy milyen ember. Tehát mondjuk volt olyan ember az életemben, aki így megkárosított úgymond anyagilag, és úgy szép lassan rájöttem, hogy milyen ember ő, meg hogy másokat is megkárosít, meg stb. Azt jobb lezárni. Nyilván, hogyha azt látom, hogy bajban volt, vagy nem tudott mást kitalálni, hogy rendbe jöjjön az élete, akkor az más dolog. De hogyha mondjuk az ember eleve olyan, hogy folyamatosan ilyen stikliket követel, és már nem tudom, hogy 10 éve ezt csinálja, akkor ő nem fog megváltozni. Van olyan felkérés, amit azért nem vállalnál el, mert mondjuk előítéleteid vannak az olyan dolgokkal kapcsolatban? Hát egyszer hívtak nudista strandra, hogy mesztelenül lépjek fel én is. Gondolkoztál egy picit rajta, vagy rögtön mondtad, hogy nem? Hát mondtam, hogy 40 millió. Kifizetitek, mondták, akkor hogy... elkezdek gondolkodni. Na tessé, és akkor elkezdenél? Előre. Előre. Ja, előre kell fizetni. De te megbízható ember vagy, elmész. Tehát lényegében, ha valaki egy jó bulvár történetet szeretne, és egy ilyen fellépést, akkor 40? Hát most mondtam valamit, hasra vágtam, már nem tudom, mennyit mondtam neki, de ezzel így le is ráztam. Az első benyomásra te mennyire szoktál hagyatkozni? Nagyon furcsa ez a dolog, mert volt úgy sokszor, hogy ez nagyon sittesnek néz ki ez az ember. Igen, csibész, rossz indulatú. És aztán a végén, mikor úgy jobban megismertem, rájöttem, hogy egy tök becsületes szívlélek ember, és aztán rájöttem, hogy nem szabad első
benyomásra, első látásra valaki felől ítélkezni, mert nem mindig az, aminek látszik. Hát aztán a megismerés egy folyamat lehet, hogy még nem ismerted meg igazán jól, és mert ezután derül ki, hogy... Igen, hát ez csak úgy az első. Most például téged is, hogy megláttalak, nem ismert, hogy tök szimpatikus eddig vagy. Eddig még, igen. Igen, aztán, eddig még, igen, aztán lehet, hogy a forgatás végére azt mondja, úr, Isten, sittes. Megtanított egy nagyon jó öreg barátom, aki szegény már meghalt, hogy őt nagyon szivatta a katonaságnál egy őrmester, és itt a fogkefivel föl kellett a folyosót, meg a WC-t takarítania, tehát nagyon megalázta. Leszerelt, hosszú évek elteltek, ő csinált egy céget, és egyszer csak ez az ember, aki a őrmester volt, jelentkezett hozzá a munkára, persze nem tudta, hogy mi van. És akkor ő volt fölényben, de fölvette, mert ő nem egy haragtartó ember, csak aztán elmondta neki, hogy te hogy megaláztál meg minden. Hát az, hogy csak azért, hogy ne kanászodjanak el a fiatal. Úgyhogy ő tanított meg arra, hogy nem szabad első benyomásra ítélni, meg vigyázni, hogy kivel mit csinálsz, mert soha nem tudhatod, hogy az élet mit hoz, hogy később milyen szinten kerültök szembe egymással. Az első benyomásban szerinted mennyire van benne a te pillanatnyi lelki állapotod? Hát nagyban közrejátszik. De egyébként tényleg, ha jobban belegondolunk, vajon az embernek a pillanatnyi lelki állapota mennyire van benne tényleg abban az első benyomásban? De valakivel összetalálkozol, ez olyan sittes ember, de lehet, hogy aznap én vagyok olyanban, hogy csak olyanokra tudok gondolni, nem? És akkor amúgy meg egy rendes ember lenne, de én aznap mindenféle rosszaságokon gondolkozom, és akkor mindenkibe belelátom. Hát van olyan rossz napom, hogy nem azt mondom, hogy én nem szoktam úgy, hogy bal lábbal keltem föl, de amikor nagyon sok gondom, bajom van, ilyenkor az ember, de én mindig uralkodok magamon, tehát azt nem szabad megengedni, hogy az én lelki állapotomat másra testáljam át. Tehát ha én rossz kedvem van, akkor nem fogok veled beszélni, és ilyen türelmetlen lenni. Nem akarom, hogy azt mondják, hogy ilyen hangulat ember vagyok, ezért próbálok egy egyenletes teljesítményt nyújtani. Hát egyébként igen. Én is azt hiszem, hogy ne legyünk hangulat emberek tényleg, de alapvetően azért mégiscsak a hangulatunk szerint látunk egy kicsit, nem? Tehát amilyen lelki állapotban vagy, a szerint látsz egy kicsit, igen, nem csak mindent. Ez egy veszélyes dolog, mert ez generálja azt. Tehát, hogyha én ilyen izgatott vagyok, nem tudom, vagy mondjuk te lennél, akkor én is átveszem, és akkor én is, pedig nekem semmi okom nincs rá. Igen, de most is elkezdhetjük egymást szugerálni valamilyen irányba, és akkor átvesszük egymást. De mi most amúgy is egy hullám hosszon vagyunk, szerintem, hogy nagyjából, úgyhogy nincs mit nagyon elváltoztatni. Egyébként én nagyon naív voltam, az is maradtam. Szegény édesanyám mindig mondta, hogy figyelj ezzel, ne barátkozz, mert ez átvág téged, csak kihasznál. Mondja, jaj, anya, ne, hát ne. És aztán végül igaza lett. És akkor megmondja, látod kisfiam, megmondtam. Tehát az ember beleesik abba, én egy nagyon naív, jóhiszemű ember vagyok, és hajlamos vagyok arra, hogy másnak a problémáját magamra vegyem és cipeljem. Tehát mindig azt keresem, hogy segíthetnék rajta, akár a legapróbb dolgokban is valaki felvet egy problémát, hogy elmondja, és akkor azon gondolkozom, hogy tudnék segíteni, hogy tudnám megoldani neki ezt a problémát. Lehet, hogy néha akkor is, amikor a másik nem is kéri, de te mindenáron kényszeresen akarok segíteni, és mész utána, de viszont én akkor is segítek. Viszont az is terhes lehet a másiknak, igen, tudod? De hagyjon már engem, nem kérem a segítséget. Olyan, mint az ebben át akarom a vakembert, és kiderül, hogy lát. Na, induljunk, de jön egy autó. Mit gondolsz, hogy veled szemben most szerinted az embereknek milyen előítéletei lehetnek? Szerintem egy ilyen szimpatikus, meg hát nagyon szeretik az emberek a humort, és szeretnek velem lenni, velem dolgozni, mert akkor tudják, ha én ott vagyok, akkor mindig jó kedv van és nevetés. Hát meg ugyanígy egyébként a hangoddal szemben is lehet az embernek egy előítélete, hogy először is meglátnak téged, akkor valamit gondolnak. Na de aztán megszólalsz valahol mondjuk, és akkor hallják, nézik a hangját, hogy na hát... Úristen, tényleg így van, de szinte mindenhol felismerik a hangomat, és azt mondja, úristen, de ismerős ez a hang, nem szoktam szinkronizálni. És mondom, hát de, hogy miben meg, és akkor elmondom, hogy miket szoktam, és mondják, tényleg, jó, hát figyelj, Józsi, gyere már, itt van a Randy Marsh a South Parkból, meg... Vagy egyébként lehet, hogy néha Rudolf Péterrel például nem szoktak? A Rudi Petivel együtt felvételiztünk a főiskolára, akkor őt fölvették, és utána csináltunk is egy, akkor még bakelit lemez volt, egy mesejátékot,
aminek az volt a címe, hogy Tipsi-Tapsi kalandjai, valami ilyesmi. Két nyúl voltunk, Tipsi és Tapsi. És egyébként nagyon sokszor összetévesztik a hangunkat. Hát nem csoda, de egyébként nektek van, tulajdonképpen van egy ugyanolyan hangotok. Igen, egy ilyen majdnem azon a frekvencián beszélünk olyan lágéban. Nem véletlen, hogy nagyon sok Michael J. Fox filmet szinkronizáltam én is, mert hogy éppen vagy a Rudi nem ért rá, vagy egy olyan helyen szinkronizáltuk, ahol volt egy adott stáb, akikkel dolgoztak, és ezért. De tényleg nagyon hasonló egyébként a hangotok. Meg amúgy az embereknek még előítéletei lehetnek akár az ismert emberrel szemben is, hogy hát az ismert ember az biztosan... Nagyképű, beképzelt. Miért állna velem beszélgetni? Igen. Én igyekszem azt a látszatot kelteni, ami nem látszat, hanem önmagamat adni. Nem vagyok nagyképű, beképzelt. És ugyanúgy az utolsó kiregetőtől a színházigazgatóig, a nem tudom, a legnagyobb sztárokig mindenkivel egyformán beszélek, tehát nem teszek különbséget, hogy ja, igazgató, ügyetessék hangozni, alászvonalogája, nem tudom, mit akarsz te itt, mit csinálsz? Tehát nem, én mindenkinek megadom a tiszteletet, de elvárom, hogy azért engem is tiszteljenek, és így beszéljenek velem. Na és ha valaki veled szemben elkövetett már valamit, az lehet nagyon jó vagy nagyon rossz dolog, akkor ott már van egy előítéleted azzal az emberrel? Nem vagyok haragtartó, és nagyon hamar meg tudok bocsátani. Na, ami jó is, meg nem is. Aki elkövetett ellenem valami csibészséget, vagy megbántott, hát előbb-utóbb elfelejtem, és akkor igyekszem csak a pozitív dolgokra emlékezni, és nem haragszom rá. Tényleg? Teljesen el is tudod felejteni? Vagy mint a... Teljesen azért nem, úgy bennem van, meg ott a kis ördög, hogy akkor már óvatosabb vagyok. Tehát... Ez az előítéletesség egy kicsit, nem? Hogy akkor vele szemben már... Hát de már őt ismertem, tehát nincs előítéletem, csak miután átvágott, akkor már kicsit óvatosabb vagyok. Van olyan munka, amit azért nem vállalsz el, mert mondjuk előítéleteid vannak egy olyan fajta feladattal szemben? Hát jó, ha mondjuk X-filmbe hívnának, hogy testileg, akkor úgy, hogy azt nem vállalnám el. Felnőtt filmekben való szereplést nem vállalsz. Igen, egyébként szinkronizáltunk nagyon sokat, de nem csak én, rengeteg kollégám, tehát ilyen felnőtt filmek szinkronját csináltuk. Egyébként bármit, tulajdonképpen hangban bármit elválasz? Igen, egyszer felraktam, éppen tavaly voltunk Szentesen, nagyon jó barátaink vannak, és úgy kint a kertbe úgy unatkoztam, és csináltam, hogy megnyitottam kis hang, állathang kereskedésemet. És a mindenfélét volt szamár, volt disznó, kakas, kutya, kiskutya, bárány, ló, tehén. Tehát még lenne egy pár. Általában azért jóhiszeműen fogadom az embereket. Az embernek nyitottnak kell lenni arra mindig, hogy az esetleges első érzéseit képes legyen felülbírálni, ez biztos. Volt úgy sokszor, hogy mondom, ez nagyon-nagyon sittesnek néz ki az ember. És aztán a végén, mikor úgy jobban megismertem, rájöttem, egy tök becsületes szívlélek ember, és aztán rájöttem, hogy nem szabad első benyomásra, első látásra valaki felől ítélkezni, mert nem mindig az, aminek látszik. Együttműködő partnerünk a Hotel Orchidea Tengeric. Együttműködő partnerünk a Mária Rádió. Made in Media. Média megjelenés. Rádióban és televízióban. Országszerte. Sztárportré a YouTube-on is.